Lehet tudni, hogy Zsámbék és Pátty között keletkezett tűz körülményeiről valamit? Hétfőn kora délutáni órákban érkezett a jelzés, hogy ott Zsámbék és Pátty között, egészen pontosan Zsámbékhoz közelebb, Pátra kocka bála kapott lángra. Ugye a helyszínre Zsámbékról, Pátyról, illetve bicskei önkormányzati, bicskei önkéntes tűzoltók vonultak. Mikor kiérkeztek, addigra már gyakorlatilag a 250 darab szalmabála már teljes egészükben égtek. Tűzoltók elsősorban megakadályozták a tűz továbbterjedését, és az oltásukban pedig munkagépek segítik a tűzoltók munkáját, és így a munkagépek segítségével fogják majd eloltani a lángokat. Azért is kértek munkagépeket, hogy azzal szét fogják túrni, ahogy a megmaradt szalma lomokat tulajdonképpen, azt szét tudják, és akkor így fogják alaposan belocsolni, áztatni. Gyakorlatilag ezt másképpen nem is lehet eloltani, ugyanis ugye a szalmabála már, amikor lánka kap és elkezd izzani, azt gyakorlatilag csak így lehet eloltani, hogyha vagy teljesen szét túrják, és utolsó morzsáig úgy oltogatják, másképpen különben nem lehet, vagy felügyelet mellett elégetik. Günderi Gábor a nevem, a Budakörnyéki Televíziótól. Jó napot kívánok, polgármester úr! A húsvét hétfőn keletkezett tűzesetről szeretnék érdeklődni, ami a határba történt, és állítólag még ma is izzott a szalma kaza. Mit lehet erről tudni? Ezt a tüzet tulajdonképpen a Pátyi és a Zsámbéki önkéntes tűzoltók oltották el végül, illetve tulajdonképpen kénytelenek voltak megvárni, hogy leégjen, és valóban egészen a húsvét utáni napig, tehát majd 24 órán keresztül égett, másnap délutánra sikerült eloltani. Az oltáshoz szükség volt ahhoz, hogy Pátyi és Zsámbék önkormányzata a munkagépet küldjön a helyszínre, amivel szétbontották a bálákat, és így a belső része gyorsabban elhamvadt. Amúgy a tűzoltók versése szerint még holnap reggel is a tüzet őrizték volna, illetve oltogatták volna, vagy próbálták volna kortában tartani. A tűzoltók iszonyatosan nagy energiát fektettek a dologba, tehát ők mindig ott voltak a tűz mellett, tehát ők nem hagyták ott egy perce sem ezt. Tehát 11 néhány tűzoltó, Pátyi és Zsámbéki vegyesen folyamatosan őrizte és kezelte a helyzetet. Úgyhogy nagy-nagy köszönet jár nekik érte, hogy itt az ünnepnapjukat, a pihenő idejüket önkéntesként feláldozták értünk itt a településért. Ugye azt tudni kell, hogy egy érdekes helyzet volt, hogy pont egy ilyen hármas határ, tehát ők Pátyi és Zsámbék közigazgatási határában történt a tűzeset. Ezért tudott kialakulni ez az egyébként nagyon szép összefogás. Lehet tudni bármit is a tűz keletkezéséről? Hát azt azért lehet sejteni, hogy meleg nem volt, és olyan időjárási viszonyok sem voltak, hogy ilyesmi megtörténhetett volna. Így arra kell, hogy gyanakodjunk, de erre ez bebizonyítva nincs, ráutaló bizonyítékok vannak, hogy valakik ott pirotechnikai eszközökkel szórakoztatták magukat a közelben. Ezt ott a Töki Újmajorban lakó polgárok hallottak is durranásokat, illetve a tűzoltók a tűzhelyszínének közelében találtak is ilyen petárdát, illetve tűzjáték maradványokat. Tehát valószínűleg emberi gondatlanság okozta, de ismétlen erre nincs bizonyíték ebben a pillanatban. Volt hasonló eset a közelmúltban, ott a Zsámbék környékén? De itt pont Zsámbék környékén nem, de Pilisvörösváron és Budaörsön ugye az elmúlt időszakban voltak nagyobb tüzek. Én azt nem gondolom, hogy ezek feltétlenül összefüggnek, ha csak abban nem, hogy emberi gondatlanság okozhatta mindhárom esetben a tüzet. Amúgy is tűzgyújtási tilalom van, tehát külterületeken, erdők 200 méteres körzetében nem szabad ebben a pillanatban tüzet gyújtani. Ezt úgy tűnik, hogy sajnos nem mindenki érti meg, vagy fogja fel, vagy ha fogja, akkor nem tartja be ezt a szabályt, és ebből ilyen meglehetősen nagy károk születhetnek itt ebben az esetben is. Szóba került esetleg, hogy szándékos gyújtogatás történt? Ez talán nem, inkább arra tippelt ott minden jelenlévő, hogy egyszerűen oda nem figyelés, és tehát nem a rossz indulatú célzatosság, hanem az oda nem figyelés okozhatta ezt.